ha azt mondjuk, hogy egy kijelentés tévedhetetlen, nem maga a hivatal tévedhetetlen, nem a pápa tévedhetetlen valójában, hanem a kijelentései tévedhetetlenek bizonyos feltételek mellett. Ha azt halljuk, hogy az egyház tanítóhivatala, akkor ez a hivatal szó már önmagában is elég súlyos, elég ijesztő. Ha még eszünkbe jutnak hozzá ilyen kifejezések, mint hogy a tanítóhivatal elítélte, a tanítóhivatal megtiltotta, akkor még inkább elidegenítőnek hat. Amikor az embert pappá szentelik, meg a diákonossá, akkor előtte kell tenni egy esküt, egy relatíve hosszú szöveget még a hitvallás után, amelyben megígéri a, hát úgy tűnik, a feltétlen engedelmességet az egyháznak. Amikor én kerültem ebbe a helyzetbe, akkor szerencsém volt, vagy gondviselésszerű segítséget kaptam. Egy amerikai jezsuita tanárom végigvette szóról szóra ezt a szöveget, és pontosan elmondta, hogy melyik mondat, melyik jelentés mit jelent, melyik mondatban valójában mit vállok, és mit nem. És ez a magyarázat nekem személy szerint nagyon sokat segített abban, hogy teljes szívvel és teljesen tudatában annak, amit mondok, tudjak igent mondani. Ilyesmi segítség, azt gondolom, tehát, hogy pontosan kereken fogalmazzuk meg, hogy miről van szó, és mondjuk miről nincs szó, el kellhet minden mai hívőnek is, persze egyébként nem hívőnek is, mert a egyházi tanítóhivatalról azért hát félreértések is keringenek olykor. A bibliai megalapozás kérdését azt most igazából ugornám. A gyakorlatban inkább előkerülő, meg még valódi, tehát egzisztenciális kihívást is jelentő kérdésekre fókuszálnék, mint hogy például mit jelent az, hogy tévedhetetlen a tanítóhivatal jelentése, vagy hogy mit jelent az, hogy az értelem és az akarat hívő engedelmességgel kell fogadnia a hívő embernek azt, amit a tanítóhivatal állít. Nyilván a tanítóhivatal nem a kormányablak, az oktatányiroda szinonimája, tehát nem egy épületre kell gondolni, és még csak talán nem is feltétlenül egy testületre, hanem egy felhatalmazása. Jézusra visszavezethető felhatalmazása, amellyel az apostoli tudok, tehát pápa meg püspökök egyház önértelmezését, hitnek a tartalmát, a hívőket kötelező módon megfogalmazzák. Azonban a normativitásnak, a kötelező érvénynek vannak fokozatai. A tévedhetetlen halmaz az ezen belül egy viszonylag szűk halmaz. Ha azt mondjuk, hogy egy kijelentés tévedhetetlen, nem maga a hivatal tévedhetetlen, nem a pápa tévedhetetlen valójában, hanem a kijelentései tévedhetetlenek bizonyos feltételek mellett, akkor például nem arra gondolunk, hogy szóról szóra mindenestől, tehát a teljesség igényével kőbe vannak vésve. Magyarázat, kiegészítés adott esetben nem csak lehetséges, hanem szükséges is lehet mellett. Amikor tévedhetetlennek mondunk egy kijelentést, arra gondolunk, hogy a hitnek egy bizonyos összefüggését végérvényesen jól, igaz módon megragadták. Úgy, hogy annak a kijelentésnek mondjuk az ellenkezője már biztosan nem lehet igaz. De azért az egyház tulajdonképpen nem olyan sok kérdésben nyilatkozott ilyenfajta igénnyel. Az egyház 2000 éves történelme folyamán egyébként is lassan-lassan alakult ki annak a szabályrendszere, hogy ki és milyen feltételek mellett, milyen helyzetben élhet ezzel a hatalommal. Hát például azt mondjuk, hogy a pápa nyilatkozhat a tévedhetetlenség igényével, egyébként összesen kétszer történt eddig ilyen, a 19. század és 20. század közepén egy-egy alkalommal Máriára vonatkozóan. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a pápa a tévedhetetlenség igényével nyilatkozik, akkor ez nem azt jelenti, hogy a hasára üt, és ami éppen eszébe jut, vagy éppen kedves a szívének, azt kötelezővé teszi. Hanem azt jelenti, hogy az egyház egyébként is élő önértelmezésének egy darabját fogalmazza meg, vagyis előtte, ha nem is jogilag, de mondjuk morálisan, kötelessége pontosan utána járni annak, amit megfogalmazni szándékozik.
Például úgy, hogy megkérdezi az egyház összes püspökét, nem a magánvéleményükre kíváncsi, hanem arra, hogy az ő rájuk bízott hívő közösségben hogyan gondolkodnak egy adott kérdésre. A tévedhetetlenség egyébként, ez talán nem is olyan ismert és nem is olyan magától értetődő, nem csak a hitnek a kérdéseire terjedhet ki. A klasszikus megfogalmazás, hogy a hit és az erkölcs dolgában nyilatkozhat az egyházi tanítóhivatal, egyébként is már egy picit tágítja ezt. De jelenthetné azt, hogy az erkölcs azon része, amely a Bibliában foglaltatik. De például a tévedhetetlenség igényével megnyilatkozhat az egyház, mondjuk történelmi kérdésekben is. Ez nyilván nem lesz dogma, de adott esetben éppen egy dogma védelme teheti szükségessé azt, hogy mondjuk egy pápa megválasztásának a szabályosságáról, érvényességéről a tévedhetetlenség igényével megszólal. A másik kérdés, amit említettem, hogy hát hogyan viszonyuljon a hívő ember a tanítóhivatal normatívnak szánt megnyilatkozásaihoz. Az általános szakkifejezés az, hogy az értelem és az akarat hívő engedelmességével válaszoljon a hívő ember. Az akarat engedelmessége érthető lehet, lojalitás, a kritika visszafogása. Az értelem engedelmessége az izgalmasabb dolog, mert az értelmet kényszeríteni parancs szóra nem lehet. Az értelem engedelmessége a megértés. Ebben a tanítóhivatal csak segíteni tud, illetve segítenie érdemes. Minden esetre azért az fontos, hogy ugyanezt a kifejezést használják az egyházi szövegek a tévedhetetlen, meg a nem tévedhetetlen tanításra is. Nem tévedhetetlen tanítás például, ez még eddig nem került szóba, mondjuk egy pápai körlevél tartalma. Amikor tudjuk valamilyen kijelentésről, hogy a végérvényesség igényével fogalmazták meg, tehát, hogy ott tudhatjuk mögötte mondjuk a Szentlélek biztos vezetését, akkor indokoltnak tűnhet az engedelmesség. Amikor tudjuk azt, hogy elvileg megváltoztatható egy kijelentés, egy álláspont, akkor talán nem olyan könnyű, akkor idegenkedünk tőle. Talán segítség lehet ebben a kihívásban mondjuk arra gondolni, hogy elvileg egy orvosi diagnózisról is tudjuk, hogy tévedhet. Egy orvosi kezelés projektről is tudhatjuk, hogy tévedhet. De azért mégiscsak jól teszi a beteg, ha ráhagyatkozik. Nem nagyon van más lehetősége, ha gyógyulni akar. Mint hogy megbízik az orvosban, azzal együtt, hogy tudja, hogy tévedhet. Minden esetre a tévedhetetlen és a nem tévedhetetlen tanításhoz való viszonyulás közötti különbség azért talán úgy is megfogalmazható, hogy a tévedhetetlen tanítással egyet nem értés, tehát egy dogmával egyet nem értés, az tulajdonképpen kizárja az embert az egyházból, még akkor is, hogyha mondjuk nem akar olyan intézmény, melyik ezt így jogi értelemben deklarálja. Ha egy nem tévedhetetlen tanítással nem tud azonosulni valaki, akkor azzal nem zárja ki magát automatikusan az egyházból. Persze az engedelmesség ebben az esetben mondjuk jelentheti azt, hogy becsületesen komoly erőfeszítést tesz arra, hogy azonosulni tudjon, nem csak külsőleg igazodni, hanem belsőleg azonosulni tudjon. De azért szabad tudnia, hogy ha ezt a becsületes erőfeszítés után mégsem tudja felmutatni, akkor azért lehet ez egy legitim út. A német püspöki kar fogalmazta meg valamikor, azt gondolom azért elég árnyaltan, ha valaki arra az álláspontra jut, hogy nem tud azonosulni egy nem tévedhetetlen egyházi tanítással, érdemes lehet megvizsgálnia magát, vagy a helyzetet abban az értelemben, hogy vajon biztos lehet-e abban, hogy ő egymaga előbbre tart egy kérdés megértésében, mint az egyház, a hívő közösség egészen. Ezek súlyos szavak, de azért nem zárják ki a lehetőséget, éppen talán megalapozzák. Tehát levédik a becsületességét mondjuk egy ilyen hozzáállásnak. Minden esetre a tanítóhivatal az, hogy az egyház adott esetben szigorral, adott esetben tűéles logikával
tehát mondjuk akár a logika kérlelhetetlenségével áll ki egy-egy tanítás, egy-egy hittartalom mellett, az mondjuk minden látszat ellenére akár, ez egyébként Arian francia jezsuita atya gondolata, végső soron a hitnek, az Istennel való kapcsolatnak az intimitását szolgálja. A titok előtti meghajlást, a tiszteletet szolgálja, nem a birtoklás, nem Isten dolgainak a birtoklása, a célja vagy a mozgatója, hanem éppen a ráhagyatkozás.